Megjöttem. Szia Gyuri. Szia Vince. Szia Ragari. Az a baj, hogy ennyit látok a chatből, úgyhogy lejjebb kell ezt venni egy kicsit. Bú, ezt mondta Vince, de mindjárt a hang is mondja. Ha így hagyom, az így jó, nem? Így kb. Látom, hogy mi a szitu. Na, szóval a ruhát azt nem oldottuk meg. Úgy döntöttem. Úgy döntöttem, hogy a ruhát azt nem oldjuk meg. Van kalap. Bú, nagyon szépen köszönöm. 9 egymás követő hónapja tartó előfizetés. Az a gyerek is most már megszületett. Így van. Szóval azért valamennyire hasonlít. Nincs ilyen hosszú hajam, de kék a hajam. Amúgy leveszem ezt egy pillanatra, hogy lássátok. De teljesen kék a hajam mindenhol. Nem tudom, látszódik remélem. És hát itt van ez a csodálatos dolog. Na, úgyhogy látszik a kék, nice, örülök. Jól van. De kicsit szellemüljünk át. Na, mehet tovább a játék. Na, de most már eleget láttatok. Indítsuk el. Na, az a jó, hogy el fog tartani fél percig, mire bejön majd a helyszín. Jó, ez elég brutál. Eléggé brutálisnak találom. Meghihettem. Azt mondja Martin. Úgy de jövök, nem tudom miért. A bolt évek miatt állj ez. Édes Istenem. Na hol volt ez? Hát persze. Big Fat tudta az 5K-t. Úristen. Azt mondja, itt voltam 3 hónapja. Miért vagy itt el valaki? Istenem, sírva fakadok. Úristen. Na jó, mehet tovább. Kemény. Hát ötletem sincs, mit kell itt rakni. Láttam már ilyet, de nem emlékszem, hogy hol. Van az a másik térkép, az ilyen creepy, weird location story. És most szerintem ez az, ja. Itt van. Anex tudta és Oragari is. Biztos emlékeztek rá a másik térképről. Brutál. Holy shit. Mit kell keresni? Roman Catholic Diocese of Ketapang. Okay. Jó, hogy sokan meg lesz az 5K. Most már én is felismertem, mert a literálisan az előbb dobta be ezt a helyszínt. 2v2-ben. Erre berakja üzében is. Creepy helyszínes térképen is. Komolyan mondom. Ez nem lenne skriptelt, akkor skriptelni kéne. Jaj. Hát... Azért az is bátor, aki ide bemerészkedett a kamerájával. Oké.
Aha. Értem. Az kemény. Erős buli lehetett. Istenem. Jézusom. Ezek a Porsók. Én nem tudom, mik ezek. De ide jövök. 2 pang. Jó, már keresem, na. Fülöp-szigetek. Édes Istenem. Na hát ezt a gémet Big Fat nyerte meg. Aki az IR-ripittel rendes nagy előnyre tett szert. Marcis de Best lett a második, és Aura Gari lett a harmadik. Kenny Fondor lett Vince Alex, Burdi, Burdi, Zománc, Nanomunka top 10. Mert a következő ilyen térkép, az pedig a Terrifying Unsettling Places. Itt van a kód, ha valaki lemaradt volna róla. PU4. És olvasok egy félelmetes sztorit. Két diáklány lakik egy lakásban. Egyik este az egyik csaj elmegy, mert randia van. Eszébe jut, hogy a táskáját benn felejtette a szobában. Csendben belopózik, a villanyt se kapcsolja fel, mert a barátnője már alszik és nem akarja felébreszteni. Minden remekül sikerül, másnap reggel megy haza, látja, hogy ott a rendőrség. Bemegy a szobába, és a barátnőjét holtan találja az ágyon. A falra pedig vérrel ez van felírva. Fogadjunk, örülsz, hogy nem kapcsoltál villanyt. Nice. Mehet a játék. Szia, Uncle Rutin. Minden oké. Unsettling places. Egy templom? Vagy történt valami amúgy? Lehet, hogy valami történt itt, és azért. Na, páran tudták, hogy hol van a régió Németországon belül. Nem tudom, ez nekem nem volt nagyon, nagyon unsettling. Na, ez már inkább. Hát, ez az összes kontinensen el tudom képzelni. Twitch-en is live-olok, igen. Wow! Detroit belseje! Az igen. Az kemény. Megtanulhatnék írni? A második másodpercben szólt valaki, hogy elírtam, és direkt nem javítottam ki, csak hogy te is bekommenteld, és pörgesd el az algoritmust. Úgyhogy most nagyon hálás vagyok neked. Ez is elég kemény helyszín. Ez mi történik pontosan? Jó, hát ez itt kell legyen. Na, nem itt. Tudom, még nem találtam meg Zsomszának a cuccát, mindjárt megkeresem. Mit írtam el? TikTokon elírtam a komment szót. Nyíregyháza. Jaj! Nagyon vicces. Ez mi ez a térkép? Amúgy miért nem lehet mínuszt írni a térképekre a GeoGuessr-en? Mert ez a térkép, ez borzasztó volt.
Most ez miért terrifying? Na, hol kell ezt keresni? Nem tudom. London alapból ijesztő. Nem olyan rossz az. Csak az emberek fele látszik. Ja, ilyen félbeszakadt emberek vannak Londonban. What is happening here? Ötletem sincs, mi van itt. Na, dombos helyet kell keresni. Azt nem tudom, mi ez. Ja, nyilván ez is USA. Á, szóval ez izé volt. A palasian dombság. Hát ez kemény volt. Fondorlat már megint csal. Ő nyerte meg ezt a partit. Leváltotta a nadrágját, úgy látom. Ez új nadrág. Mióta játszol a Geogesz Szerekebi 3 éve. Most már Győrrel nincs baj? Hát ma megúszta Győr, de ne aggódj. Hamarosan újra lesz baj vele. Nanomunk lett a második, Balú Szaptán a harmadik. Kovács Ádám, Kenny, Peti, én, ML, Marcis the Best és TSA a top 10. Balú Szaptán! 4 egymást követő hónapja. Nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Nagyon köszönöm. Ez borzasztó volt, mehetünk a következő borzasztó térképre. De ez nézőjáték, igen. Lehet csatlakozni a PU4 kóddal, és amíg csatlakoztok, addig keresek egy újabb rém történetet. Amúgy az először nem volt rossz, mármint nem volt jó sem, de nem volt rossz. Na. Volt egy kis... Hát tudjátok, mint kicsit közelebb húzom ezt. Kicsit ASMR-be átmegyünk. Hogyha így beszélek, az nagyon hangos. Az nagyon hangos. Kicsit lejjebb vesszük. Így. Most már jó lesz. Volt egy kisfiú, aki mindig a plüsmociával aludt. De aznap éjjel a maci leesett az ágyról, és begurult az ágy alá. A fiú erre felriadt. Lemászott az ágyról, és bebújt az ágy alá. De onnan nem jött vissza. Hirtelen a padlón vér kezdett csorogni az ágy alul. Reggel, amikor a szülei látták, hogy a kisfiúk nincs az ágyban, azonnal aggódni kezdtek. Az apukája észrevette a vértócsát a földön. Eltolta az ágyat, és a földön a kisfia maradványaira bukkant, és az egyik levágott kezében a maciát szorongatta. Szóval ez se horror sztori volt, ez csak egy ilyen brutális tudatalatti kiélése a szerzőnek. Na, mehetünk. Hát ez nem ilyen rendszám, senki se tudja. Ott a hold, nem? Ez menő. Jó, hát itt nem tudom, mi van. Visszarakom a cseteket. Hova tűntem? Nem tudom, miről beszélsz. Kazaksztán volt, akkor kazak. A zászló az kazak volt, oké, okay, I guess. Nem láttam a KZ-t. Nem láttam, mert vakon vagyok. Ne aggódjatok. A lényeg, hogy ti se láttok. Hova mentem? Azerbajdzsánba. Jó, az elég kemény egy helyszín. Elég jó. Ez kinek rémisztő? Hát annak, akinek tériszonya van, annak lehet, hogy rémisztő amúgy. Hát, nem tudom. Alpokot megyek, I guess.
Hát, ez, hogy mit csinálsz? Jó, van ember a jó kontinensen? Jó, hát akik Himaláját raktak, azok egész jó kontinensen vannak. De azért ez egy elég érdekes helyszín volt. Az uram berakott egy olyan kamerát, hogy eltűnjön egy percenként 5 szekre, fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Nem történt ilyen. Jó, hát az előző, ez a harmadik helyszín, itt lennék a legkevésbé szívesen, azt elmondhatom. Csak a szemetek vibrál. Ja. Hát igen, nem gondoltam, hogy ez Kína, de végül is megértem. Elég sokan vagyunk itt, a környéken. Na, mehet a következő kör. Szevasz. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Elég brutál helyszín. Ide jövök. Vagy inkább ide. Jó. Sokan a tóba mentek, ami teljesen based. Az a zászló csak dísz. Technikailag a legtöbb zászló az csak dísz amúgy, nem? Mi rajta van az ötkán? Nem, nincs jó. Ma már ritkán van haszna a zászlónknak. Például a repülőtereken. Például a repülőtereken még használnak a zászlót irányításra. De nyilván az van, hogy ez nem ez, hanem random lesz. De mindenki ezt fogja tippelni, azért ezt kell tippelni. De ez lesz. Szerintem nem létezik a fotoszfér, nem? És ez volt. What? Hát ez... A tag nem talált egy ötödik helyszínt. A tag nem talált egy ötödik helyszínt a térképére, és azért berakta kétszer ugyanazt. Alex nyerte meg a seedet. Fondorlat lett a második, és Martin a harmadik. És a top 10-ben ott van még Kenny, Foba, Zománc, Marcis the Best, Vince, Túcsin, Snake és Peti. Nagyon szép munka. Következő térképünk az Oh, the Horror című. Na, olvasok egy újabb rém történetet. Most már valami olyan kéne, amiben nem csak széttépnek egy gyereket, hanem valami történik is. Oké. Jó, ez is lehet, hogy olyan lesz, nem tudom, de hát ha. Egy kisfiú a tévé előtt ült. Amikor valami lilás árnyalatú szellem végigment a tévén, és azt mondta: nem kell félni, nem fog fájni. A kisfiú elment lefeküdni. Másnap reggel nem kelt fel. Never mind. Oké. Okay. Másnap reggel nem kelt fel. A szülei mindenhol keresték, de nem találták. Másnap egy másik családnál egy kisfiú ugyanúgy nézte a tévét. Hozzá is megjelent ez a szellem, ám ez már nem az a szellem volt, hanem a kisfiú, és mást mondott: gyere, és nem kell félned semmitől. Azon az éjjelen a kisfiú is eltűnt, de azt a kisfiút eltűnése előtt szörnyű rémálmok gyötörték. Az álmában szellemek százai voltak fogságban, akik gyűjtötték a kisfiú ártatlan szellemét. De ez a kisfiú kínnal jutott oda. Nem tehetett semmit ellene, neki is kísértenie kellett, egy kisfiú szobájába ment, a tévébe. De ő csak annyit mondott:
Segíts, segíts, segíts rajtam! Éjszaka ne aludj el, mert nem ébredsz fel. Elég gyenge a felhozatalma. Ezek ilyen ChatGPT által generált csodák? Na, akkor nyitok egy ChatGPT-t közben. Azért nézzünk körbe itt. Rendben van. Generálj nekem egy rövid horror történetet, amiben nem gyerekek halnak meg. Tessék. Csinálja. Mindjárt felolvasom az eredményt. Nem tudom, miről beszéltek. Inkább szellemes legyen, jó, mindjárt azt is kérek tőle. Na jó, ez mondjuk így elég creepy ez a panoráma. Eddig ez a legijesztőbb helyszín. És nem is tudom, hogy hova menjek vele. Van egy vad ötletem. Oké, okay, Ausztrál. I guess I can see that. Kicsit hosszút generált, most egy szellemeset, de legyen rövidebb. A dzsungel könnyűjét játsszák, ez nagyon ijesztő. Meg a szépség és a szörnyeteget, az mondjuk kicsit ijesztő. Oh. Kicsit később láttam meg az infót. És nem fogom ennyi időt megtalálni. Mert vak vagyok. Pedig voltam itt. Borzasztó vagyok ebben a játékban. Na mindegy. Oké. Okay. Oké. Okay. Az jó, mondjuk. Hát nem találom. Úgyhogy ennyi. Körülbelül néztem, hogy miért volt ez ijesztő ez a helyszín. Fix nyíregyháza. A Geogester már önmagában ijesztő? Amúgy néha az. Holy shit. Ez nem úgy néz ki. Ez nem úgy néz ki, mint az Interstellárnak a jégbolygója. Csak nincsenek meg a hegyek. Ez brutál. Lehet valahol csatlakozni? Lehet, igen. Nem tudom mi ez. Nem tudom, hogy hova kell menni. Azt se tudom. Nem tudom, a kontinens. Nem tudom, Atlanti-óceán. Nem érdekel. Fix Izland, amúgy még sense az Izland, de... Mit ott eszembe? Vík mellett van. Plane wreck. Atlanti óceánna jó vagyok, szomszédról vagyok. Banán alakú gömbölyű Jupiter északnyugati csücske. Na ezt megnyerte Alex. 23.409 pont. Fekete homok, nem jutott eszembe. Pedig tudom a fekete homokot. Mobilról nem enged csatlakozni. Ja, sajnos ez ilyen. Ezt böngészőből enged csak. Vince lett a második, és Oragari lett a harmadik. Mozgarn, Kenny Martin, Attika, én, Toochin Snake és Fondor lett a top 10. Na, nézzük meg a ChatGPT mit generált nekünk. Itt van a kód addig.
Ezen megyünk még egyet, azt hiszem ezen több helyszín van. Na, ehhez is felülök, hogy ASMR legyen nektek. Éjjel János későn ért haza. De amint belépett a nappaliba, észrevette, hogy valaki ül a kanapéján. Az alaknak háttal ült, de a hosszú fekete haj és az elegáns ruházat azonnal felkeltette János figyelmét. Maga kicsoda? Kérdezte remegő hangon. Az alak lassan felállt, és mintha a saját testéből lépett volna ki, eltűnt. Csak egy hideg légáramlat maradt utána. Másnap János a régi lakás szerződését átnézve felfedezte, hogy a korábbi lakó, egy fiatal nő, soha nem hagyta el a házat. Legalábbis élve nem. Jó, hát ez standard. Standard. János, magyar a ChatGPT. Na, mehet a következő ezen. Van gépem, de úgy csak próba lehet, nem igaz? Most nem csak próba lehet ezt a módot. Ennyit generált. Hát azt mondtam, hogy rövid legyen. Barackos, nem barackos. Na, Alex az úton van. Let me check. Nem. Close. Köszi a hidratálást. Na, második kör. Ezek teljesen jó helyszínek amúgy. Jó, mondjuk ő kicsit összeomlott itt. Jó, igazából mindegyik össze van omolva egy kicsit. Igen, a részletekben van a dolog. Detroit, lehet. És tényleg Detroit. De miért van itt ennyi ilyen trash? Miért? A város közepén. Nem értem. Nem véletlen. Na jó. Megjöttünk. Úristen. Azt lehet, hogy én ezt nem tudom meg, hogy hol van. Én nem akarom megtudni, hogy ez hol van. Hol is itt Mexikóban. Big fat óriási guess. Csak babát, ne. Spanyol név, nem látok. Stream végére ki fog derülni, hogy Zöde Szerző nem otthonról streamel, hanem egy sötét parkból. Igen. Mindig onnan szoktam, csak zöld háttérre van ez mögöttem amúgy. Na jó, még a francia az elég crazy itt szerintem. Az nem jutott eszembe. A vakvezető semmi lesz? Hát mindjárt az lesz. Még nézzünk egy-két ilyen játékot, és akkor utána valakit megkérek, aki segít. Nem biztos, hogy menni fog, de azért megpróbáljuk. Nincs meg az 5K.
mert egy trash játékos vagyok. Pedig az úton vagyok, csak odébb. Na jó. Meg se néztem az 5K-t, sorry. Nem láttam. Néha, nem, néha nagyon nehéz látni, hogyha 5K van. Big Fat nyerte meg ezt a seedet, 19.508 pontot ért el. Fondorlat lett a második, Oragari lett a harmadik, Annex, Tuchin Snake, Marcis the West, Kenny, én, Quentin Müller és Naromunk. Már megint a kutya? What? Na jó, nézzünk még ilyet. Nem tudom, hogy van-e még ezen kívül. Horror, ezt fogok keresni. Hysterical Horrors. Hát elég sok ilyen térkép van. Zeneszerző egy Weeping Angel, és akkor tűnik el, ha nem minden néző figyel a streamre. Igen. Amúgy az mi, hogy beírtam, hogy horror, és van egy Oregon, California nevű térkép, horror által készítve. Legyen az a historikálos, amúgy. Nézem a profilképeket. Hát amúgy, ja, elég vad. Itt van Szellem, meg Los Dios... Mi van? Los Dios de Muertos? Ja. Na jó, itt van a kód, ha valaki akar, és most felolvasom a hosszú sztorit, amit írt a ChatGPT, figyeljetek. Egy késő őszi éjszakán Ádám és a barátai elhatározták, hogy meglátogatják az elhagyatott rózsakastélyt, amiről évszázadok óta azt tartották, hogy elátkozott. A legenda szerint a kastély egy régi grófnői volt, aki egyetlen éjszaka alatt vesztette el minden szerettét, és örökre bezárkózott. Azóta senki sem merészkedett a kastély közelébe. Amint beléptek, egy fagyos szél söpört végig a folyosókon, és a gyertyák lángja megremegett. Hirtelen halk suttogásokat kezdtek hallani, amik mintha a falakból jöttek volna. Ahogy közelebb mentek, a régi pókhálós tükrökhöz furcsán összefonodott árnyakat láttak a tükörben, amelyek úgy néztek ki, mintha a saját arcaik lettek volna, de eltorzultan, kísérteties grimaszokkal. Egyikük, Lilla, hátrahőkölt, és eldobta a gyertyáját, amely kihunyt. Ádám felé fordult, de a barátja helyén csak egy üres, sötét árnyék állt, aminek a szája lassan mosolyra húzódott. – Mit tettél velünk? – kérdezte az árnyék, miközben a többiek arca is lassan eltorzult a tükörben. Ekkor a tükör üvege megrepett, és egy hideg kéz nyúlt ki belőle, hogy Lillát elragadja. A kastélyból senki nem jött ki élve. Nice. Szóval gondolom, hogy ez most a rendes helyszínek lesznek, csak valami borzalom történt itt, azt gondolom. És jó lenne utána nézni, hogy mi. De erre nem lesz időnk. Tippelnem kell. Hát igen, Hiroshima mondjuk make sense. Egyébként nem tűnt nekem Hiroshima-nak. Na, itt mi van? Nem tudom. Valaki tudja, hogy mi volt Hawaii-on? Amire ez referencia, ez a helyszín. Nem ijedtem meg. Hát, mert elipszonos évvel írtad. Az ijesztőbb amúgy.
Pearl Harbor. Aha. Ja. Okay. Makes Úgy néz ki, amerikai készítette ezt a térképet. Oké, ugyanezt a kérdést fel fogom tenni itt is. Nem úgy kell írni, hogy ijedtem? Nem, pontossével kell írni. Nem még szerencsét, hogy nem most fogsz érettségizni. Na és itt mi történt? Ezt valaki tudja? Adelaide-ben. Én így képzelted el, hát az baj, akkor módosítsd a képzelő erődet. De amúgy ja, lehet, hogy így nem szlovákul kéne előbb megtanulnod, hanem magyarul. Ez hasznosabb. Hajós támadás, hát igen, makes sense. Oké, ez csak Kiev. Hát én beraktam Csernobilba, de I guess csak Kiev. A kőbányai szopó fantom rajta van a térképen. Igen. Double Daka. In it. Késedés volt Vince szerint itt. Szlovák egyelő magyar? Hát nem tudom. Ha láttam szlovák táblát, nem értettem meg, ami rajta van, de lehet, hogy én se tudok magyarul. It was a bit rude to put that knife in my chest in it. Oh. Sure it was, mate. Na, ezt Kenny nyerte meg. 23 ezret ment, óriási. Oragari lett a második, én lettem a harmadik. Fondorlat, Vince, Marcis the best, Nanomunk, Quentin, Anex, Kovács Ádám, a top 10. Van ingyenes is, vagy csak fizetős verzió létezik? Hát most van ingyenes, mert ha most ebbe csatlakoztok, akkor játszhattok velem ingyen. Keresünk még egyet, és aztán valakinek van kedve közösségi vakvezetőt játszani, úgyhogy én vagyok a vak. Egy Discord call-ba kéne belépni, valaki vállalja, aki itt van a chaten, Twitch-en. Legyen ez a Horror Movie Locations, amúgy hát ha felismeritek a filmeket. Ökörító fülpösön voltál? Már nem voltam. Na itt lehet csatlakozni. Nézek még egy valami dolgot, de az az igazság, hogy ilyen rövid horrort nehéz csinálni. Ó, mondjuk ez jó. Találtam a telefonomban egy képet magamról, miközben alszom. Egyedül élek. Ez jó. Ez jó. Van ismerős ez a plate, de nem tudom.
Hú, ez a kedvenc részem ebben a darabban. Ezt szoktam zongorázni. Salt Lake City. Alex Band van. Szép volt. Köszi Tomi az ajándékot. Utah Plate volt. Azt hittem, hogy Idaho, de az Idaho az azt hiszem fordítva, hogy felül piros, alul kék. Én beraktam egy képet magamról az ágy alá, és felfeküdtem az ágyra. Tehát most magam alatt vagyok. Hát jobbulást kívánok akkor, Richard. Hozzáteszem, te hoztad magad ilyen helyzetbe, szóval... Csak magadat hibáztathatod. Tudod a pléteket? Kettőt tudok, vagy hármat? Nem sokat. A nagyon színeseket felismerem. Köszi Tomi az ajándékot. Utálom az ilyet. Utálom az ilyet. Szép volt, a srácoktól bent vannak Kaliban. Hello, Chris. Elég beteg. Az is elég beteg. Kinda crazy. Zseli ez a zene. Nagyon szeretem. Fent vagytok a Facebookon, fent vagytok a LinkedIn-en, csak én vagyok itt magam alatt. Olyan jó lenne, hogyha kiderülne, hogy melyik filmnek a helyszíne, de mindegy, úgyse láttam. Holy shit, méretes pálmafák vannak. Én ezt bepróbálom még egyszer. Hát, ha bejön. De ez is elég. De most már nagyon sokan bent vannak, csak én nem. Na nem baj. László mondtad, igen, láttam, de nem fogok oda menni. Ha már látom, amit írsz. Azt hittem meg fogom találni, de nem. Ez a város hatalmas. Óriási méreteket ölt. Nagyon durva. Anex nyerte meg ezt, ő lett az első helyezett. 24.351 ponttal, what? Azt mondom, hogyan? Vince lett a második. Rev lett a harmadik. Tuchin Snake, Nanomunk, Marcic the Best, én, ML, Oragari és Szecska a top 10. Tuti azt kéri, hogy mondjam el azt, hogy ha elmegy még egy metró, akkor az egy metró. De hogyha nem egy metró, akkor nem egy metró. Igen, reméltem, hogy ebből lesz valami. No, valaki vállalja, esetleg Oragari, vagy nem tudom, Vince, ha még itt van, hogy olvas nekem? Hát a Twitch kommenteket kéne olvasni. Nem tudsz olvasni? Ájjajjaj. Az baj. Mert az a baj, hogy most ha én fölveszem ezt a szemüveget, akkor nem látom a helyszínt,
Csak azt sem, amit írtok. Mert ennyire professzionális lett ez a festés. Most lett a te is, na örülök. Örülök, remélem, hogy tetszik sokaknak. Te vállalod? Jó, akkor menjünk még egyet ebből, és addig akkor feljössz Discordra, légy szíves, és utána megoldjuk valahogy. Aztán lehet, hogy nem sikerül, utána akkor lehet, hogy más csinálunk. De hát ha meg tudjuk oldani, főleg, hogy most végre van ez a remek szemüveg, ami eltakarja. GeoGuessr the Horror Game, ez jó lesz. Miért pont norvég? Hát azért, mert meg tudom mutatni a saját karakteremet. Ez én vagyok a játékban. És ez egy norvég szemüveg. Miért vagy not playing? Lehet, hogy telefonról léptél be. Szóval kék a hajam. Itt van a norvég szemüveg. Kölyoganyában. És bordó pólóban vagyok. És amúgy most kicsit visszaveszem a kalapot. Ha már megvettem. Csak az a baj, hogy lekonyul, és ez nem jó. Tessék. Nem tudom megoldani, hogy működjön, mert ez egy olcsó szarkalap. Mondom ezt úgy, hogy amúgy 3000 forint volt. Na jó, mehet a játék. Norvégiában élsz? Nem, de terve van, hogy egyszer majd igen. Aha. Ó, értem. Ez jó hír. Azzal gondolkodtam, hogy Dél-Kelet-Ázsiába megyek. Aztán megnyitottam a világtérképet, és nem volt világtérkép. Szóval Antigua volt. Oké. Okay. 0 pontot kaptam a Mexikó Guessemre. A legtöbbet Norbert kapta. 1600 pontot kapott Puerto Rico-ból. Big Fat Discordon van, mindjárt megyek én is akkor. Na, ez már valami. Ez már helyszín. Ott jön a gyilkos. Ő fog minket megölni mindjárt. St. Louis. Akkor valószínűleg... Á, mindegy, ez egy olyan referenc, amit nem hiszem, hogy érdemes ellőni, amit... Ó, oh, de ijesztő. Ú, de jó minőségű ez a felvétel. Az igen. Wolf Tucker. Na jó, hát rendben van. Most Kalit megyek. Most Florida lesz. Megijedtem. Hát vagy inkább New York State. Akkor rendben van. Van már pontom ebben a játékban? Nincs még pontom. 3 helyszín után 0 pontom van. Az jó. Jó van. Inkább eltűnök szégyenemben. Jó. Remek. Pompás. Nagyon jó. Csodálatos. Miért ér itt véget az ösvény? Amúgy ez nagyon para. Kubát rakok. Na, ez hülyeség. Nem hülyeség. Kubát rakok.
Oké, ez ugyanott volt, mint az előbb. Istenem. Big Fat bent van, 4000 pontot kapott a TP-ért. Bevallotta az eltűnést, ezt is megéltük. Hát hosszan kellett rá várni. De szerencsére csak ti hallottátok, és te nem adjátok tovább, igaz? Nincs rendszám. Griffin, oké. Okay. Na, kaptam pontot. Istenem. Jó, hát ez deserved amúgy. Amúgy volt egy Georgia felirat valahol. De hogy 4-szer 0 pontom volt, és aztán az utolsó körben feljöttem a harmadik helyre. Annex meg behúzta ezt szintén az utolsó körben. Big Fat lett a második, én a harmadik. Petty, Marcis, The Best, Szecska, Sparkling Reef, Quentin, Norbi és Chris.